Kedves egybegyűltek! Kedves művész úr, kedves Imre! Ünnepelni jöttünk egy kivételes eseményre. Molnár Imre bőrmíves mester és művész úgymond majdnem gyűjteményes kiállítására. Ezt a majdnem szót is éppen úgy maga a művész adta ennek a reprezentáns eseménynek, amint a kiállítás címét is, tudnilik, hogy van bőr a képemen. Olvastán egészen biztosan először mindenki meghökkent, hiszen a magyar nyelvben ezt a kifejezést azokra a személyekre szokták mondani, akik szerénységet nem ismerve bántóan előtérbe tolakodnak. No de Molnár Imre valóban alkott bőranyagokból képeket is. Így tehát a cím teljes joggal lehet a ő mesterségének a címere. Ha bőr, akkor mi jut eszünk be? A legtermészetesebb módon valami olyasmi, hogy természet, ember, művészet. Hiszen a bőr ilyen szempontból talán minden más előtt az a megmunkált anyag, amit a természettől, egy másik teremtett lénytől mi, illetve hát az őseink elvettünk, és praktikus módon formáltuk, de az elsők között volt, amit díszítettünk is. És ilyen módon az, ha azt gondoljuk, hogy ez a fajta megmunkálása a dolgoknak, a természet fölötti uralomnak ez a kifejeződése, hogy használati tárgyakat készítünk az emberré válás alapja, akkor a természet és az ember kapcsolatát már a bőrön keresztül összekötöttük, és hogy ezt díszítjük, az ugye a természet, ember, művészet hármasságot pedig már önmagáért magyarázza. De azt mondom, hogy miért is nehéz ez? Azért nehéz, mert nincs annál veszélyesebb, mint olyat csinálni, amit már sokan csináltak előttünk. Tehát itt valóban alkotni nagyot és jól, az biztos, hogy önmagában hordozza a kiváló művész minősítést. Egy olyan az ősi anyaghasználatból fakadó egység, ahol nem kérdőjeleződik meg a tartalom és a forma kérdése, nem kérdőjelezik meg a funkció és a forma kérdés, hogy itt leváltsam az egyik kifejezést a másikra. Egyben van, természetes egységet alkot, olyan szeretetteljes hallgatag konokságban áll előttünk ez az egység, mint ahogy mindig itt áll előttünk, mellettünk Molnár Imre, akit a Jóisten éltessen sokáig, mint ahogy az őt megtisztelő közönséget is. Molnár Imre dolgozott könyvkötőműhelyben, bőrdíszműüzemben és minden olyan helyen, ahol elsajátíthatta a bőrös szakmák gyakorlati ismereteit. Ma a csodálatosan rendezett, egyszerű, de minden régi és modern szerszámmal felszerelt műhelyében az igazi mesterek önérzetes biztonságával nyúl valamennyi munkafázishoz. Miközben azt mondja, hogy számára ez az anyag a tárgykészítés örök örömforrása. Az igazi mesterek alázatával nyúl ehhez, hogy a nyersanyagtól indulva delikát eleganciájú női táskákat, öveket vagy könyvborítókat, mappákat, majd bőrpergameneket, bőrképeket és béled díszdobozokat, tokokat készítsen, később hasonlóképpen kelt külföldi felfedező utakra, Hollandiába, Belgiumba, Olasz és Spanyolországba, híres kézműves vagy könyvásárokra, bőr- és kellékgyártók világkiállításaira, vagy a világ legnagyobb bőrmúzeumába, a németországi Frankfurt melletti Offenbachba. Az évtizedek alatt legalább 40 oklevelet készített Molnár Imre azoknak, akik ma már a magyar művész értelmiség meghatározó személyiségei. Hasonlóképpen az ő mesteri kezemunkája Szent II. János Pál pápának a Péri József ötvös művész készítette ezüst rózsafűzérhez komponált fehér borjúbőrrel borított díszdobozt. Vagy az Antal József születésnapjára készített pergamenkötésű kódexhez készült bársonytok a család címerével. És említhetnénk még számos különleges alkalomra tőle és társuló művészekkel közösen alkotott emlék vagy dísztárgyat. Talán elmondhatjuk, hogy Molnár Imre bőrmíves, aki a nagy hagyománykutatók nyomában lépve csak tiszta forrásból merítette tudását,
egy ősi eredetű mesterséggel állati anyagot formált át úgy, hogy annak tárgyátételéhez az ember anyagalakító tudását használta, de egyedivé a maga szellemi többlet képességével alakítja mindazt a témát, mit célul kapott vagy választott. Másrészt elmondhatjuk munkáiról azt is, hogy megalkotta a kortárs magyar kézművesség már kivesző félben lévő egyik műfajában, a bőrművességben a magyar népi hagyomány és a modern dizájn szemlélet értékőrző és új értéket teremtő darabjait. Molnár Imre bőrműves művésznek sok szeretettel gratulálok munkáihoz, és most így Hédi nevében szívesen és örömmel megnyitom ezt a gyönyörű kiállítást. Köszönöm szépen! Thank you.